Nagy megtiszteltetés és öröm volt számomra, hogy gondoltak rám ezen az update-en, ugyanis az a téma, amivel én mostan foglalkoztam, a szájráknak az az aspektusa, amire nagyon kevesen gondolnak, mégpedig a betegek lelke, a betegeknek a mindennapja, a hétköznapjai, mert ugyanis a beteg ember az egy különösen nem csak egzisztenciálisan beteg, hanem lelkileg is az, és ezeket az aspektusokat próbáltam úgy összehozni, hogy az emberek és a kollégák gondoljanak arra, hogy a minél hamarabb felfedezett, hamarabb észrevett, minél gyorsabban szakemberhez került szájrákos betegnek az idő nem pénz, hanem életet jelent. Tehát minél gyorsabban ismerjük fel a léziót, annál nagyobbak a sanszai a túlélésre, a megmaradásra és az életminőségére. Záró akkordként a szervező, vezető Dombi professzor azt mondta, hogy egy kicsit szomorú volt, de hát melyik előadás nem szomorú, amelyik az élet és a halál nagy kérdéseit feszegeti, lemenve egészen mélyen a lélek bugyraiba, hogy így mondjam részletesebben. Sok nagyon érdekes dolog van most már a világon, amit bevezettek. Úgy tudom, hogy a Budapesti Semmelweis Egyetemen is már van egy olyan készülék, amivel a szájban az egészen apró úgynevezett in situ daganatokat is ki lehet szűrni. Nagy Gábor professzor mutatta nekem ezt a készüléket, úgyhogy úgy látszik, hogy a diagnosztikában, a jövő diagnosztikai eljárásaiban is hatalmas lépések lesznek, ami nagyon-nagyon megkönnyíti majd a későbbi prevenciót is, és gyógykezelést is.